Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, Katica asszony, Zdravstvujte tavarisi. Új időszak, új kihívások, új harcok várnak ránk. A magyar emberek úgy döntöttem, hogy többé nem kérnek az IMF, az Unió és a bankárok pénzéből, mert kik ők, hogy megmondják nekünk, hogy mit akarok. Magyarországon otthon vagyunk. Az otthon itthon van. Igen, most nem vagyunk otthon, mert ide jöttünk, de itt is otthon vagyunk, és majd, ha hazamegyünk, szintén elmondhatjuk, hogy itthon vagyunk, mert otthon leszünk. Az az ember, még egyszer mondom, az az ember, akinek nincs otthona, az nincs itthon, mert nincs otthon. Vannak olyanok, akiknek otthonuk ugyan van, de nem érzik magukat itthon, ezért elmennek otthonról. Van, akinél elmennek otthonról, de ő is itthon van az otthonában. Olyan országot szeretnénk, még egyszer mondom, szeretnénk, ahol ki lehet nyitni azt az ajtót, amin be akarunk menni, és be lehet menni azon az ajtón, amit kinyitottunk. Nyissuk ki az ajtót. Az ajtót, amin be akarunk menni, és menjünk be az ajtón, amit kinyitottunk. De ha nem akarunk bemenni rajta, akkor ne nyissuk ki, mert kimegy a meleg, és hideg lesz. És akkor meg minek volt a rezsicsökkentés? Mert tudom, kedves barátaim, tudom, tudjuk, sok kritika éri a kormányt, de nincs fegyver a rezsicsökkentés ellen. Sokan azt mondják, akadozik a gázszolgáltatás. Tudjuk, hogy ez nem igaz. Most mondhatjuk el igazán, hogy Magyarországon mindenütt gáz van. Kedves barátaim, ha összefogunk, még egyszer mondom, ha összefogunk, bármit elérünk. Bármit elérünk. Ha fent van, felnyúlunk. Ha lent van, kedves barátaim, tisztelgyeim és uraim, tegyünk egy lépést a jövő felé. Még egyszer mondom, felé. Keressük meg a kulcsot a holnap lakatjához. Lehet, hogy a tegnap lakatjában van a holnap lakatjának a kulcsa. Ezért lépjünk oda még egyszer utoljára a tegnapi lakathoz, és vegyük ki belőle a kulcsot, hogy áttehessük a holnapi lakatba. De ha nem jó a kulcs, lehet, hogy a jelen lakatjában kell keresnünk a holnap lakatjának a kulcsát. Dobjunk el minden kulcsot és lakatot tegnapról, és vegyük kézbe a holnap lakatját és kulcsát, hogy aztán holnap után is ki tudjunk nyitni egy lakatot, mint tegnap előtt tettük. És itt, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, elérkeztünk jelen évértékelő vezérgondolatához. Mi a vezérgondolata? A vezérgondolata a hazaszeretet. A vezér hazaszeretett volna menni, de Brüsszelbe kellett repülnie. És halljuk meg, kedves barátaim, a történelem üzenetét is. Történelmünknek egy üzenete van. Üzenetek meghallgatása egyes gomb. Kedves barátaim, éljen, még egyszer mondom, éljen a megbonthatatlan orosz-magyar barátság. Hajrá Magyarország, hajrá oroszok, hajrá Katica asszony, Kaszvidanya. Köszönöm szépen! A jövő elkezdődött!